Gyönyörű őszi napsütésben tacskótól volt hangos az Aranypart 2 vasárnap délután. Már voltunk tavaly előtt, tavaly nem jöttünk, de tavaly előtt voltunk. Mit kell tudni a kiskutyáról? Azt látom, hogy szálkásszörű, ugye? Igen, szálkásszörű tacskó, 4 éves múlt, nagyon rossz kutya, ennyit más nem. Elhoztam egy kicsit, hogy jól érezze magát. Tacsi találkozón először? Igen, először vagyunk, mert tavaly nem tudtunk jönni. Mi a vélemény, hogy érzik magukat? Hát nagyon kellemesen, különösen a kutya, mert állandóan barátkozik, megállás nélkül. Egyébként önök mindig is kutyatartók voltak, vagy most Életemben kutyatartó voltam, kiskölyök korom óta. És a tacskó az egy külön szerelem, vagy? Ez egy extra szerelem most, ezt úgy hoztuk el, hogy ránéztünk a tacskólapon a fényképére, és másnap mentünk érte. És megérte a választás, jó választottad? Egy szuper kutya. Harmadik nekifutásra sikerült összehozni az idei rendezvényt, és most ezen a hétvégén végre minden tökéletes volt. Ez volt most már a harmadik időpont, hogy sor kerítsünk erre a harmadik tacskó találkozóra így Győrben. Első körben egy másik rendezvény szólt közbe, másodszorra pedig az időjárás, de azt gondolom, hogy 3 a magyar igazság, és most itt vagyunk, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok azoknak a gazdáknak, akik ma ide kilátogattak, és azt gondolom, akkor jó egy rendezvényt, ha jól célt szolgál, és ma itt a Futrinka Fajtamentő Egyesületet fogjuk együtt támogatni. Az esemény legelején a gazdik egyszerre rendítették magasba kedvenceiket, és ezzel el is kezdődött a találkozó. A színpadon érdekes, természetesen kutyás témákról beszélgettek a meghívott vendégek. Egy úriember látogat el hozzánk, ő fogja megnyitni a rendezvényt, aki arra tette fel az életét, hogy lebénult tacskóknak segít, az ő mozgásukat segíti. Egy izgalmas applikációval jön 3 fiatal, most fejlesztettek ki egy nagyon-nagyon érdekes applikációt, ennek a történetéről fognak mesélni, és egy óriási tacskó felvonulással fogjuk ezt a mai napot lezárni. Én azt gondolom, hogy ez a leglátványosabb, úgyhogy nagyon remélem, hogy még jönnek résztvevők, és ezt minden évben ezt várom a legjobban, és hogy tombola sorsolással zárjuk a mai napot. Egyébként nagyon szeretem még azt, hogy a legidősebb tacskót is megválasztjuk ma, úgyhogy pont most regisztrált egy 2007-es születésű kutyus. Nem semmi tényleg. Felbukkantak meglepetés emberek is. Az egyik legtehetségesebb magyar rapper szívesen jött Győrbe kutyájával. Voltunk itt tavaly is, mint látszik a sapkámat is innen szereztem, és most meg mind meghívott vendégek vagyunk itt a kutyámmal. Mit kell tudni rólad, nagyon sokan a rajongók tudnak sok mindent, inkább ezt nem tudom mennyire lehet tudni rólad, hogy kutyarajongó vagy. Szerintem úgy relatíve azért tudni, kicsit meg szoktak lepődni, hogy miért tacskó. Miért tacskó? Ezt én sem tudom úgy elmondani, igazából tényleg szeretem az egész állat tartományt, ami létezik a világon, de valamiért ez a fajta közel áll hozzám, meg még így talán fiatal koromhoz köthető vissza, de akkor nem volt tacskóm. Nem tudom, imádom őket. A legközelebb állnak a szívemhez. Mondom ezt úgy, hogy minden állatfajtát szeretek. Egyből tacskót választottál? Tehát az első kutyám? A legelső kutyám, akiért tényleg én felelek, az tacskó, igen. Őróla mit kell tudni? Hány éves? Hogy hívják? Hát őróla azt kell tudni, egy 7 éves kislány. Most májusban múlt 7 éves, és a szerelmem. Hogy viseled, illetve ő hogy viseli a fellépéseket, klipforgatásokat, hiszen elfoglalt ember vagy. Hál' az Istennek, hogy nagyon jó idegrendszerű a kutya, csak most rengeteg kutyát érez itt, de soha 7 év alatt nem volt semmilyen problémám vele. Mindenhova tudom vinni, nagyon jól szocializált, és főnyeremény. Nekem egy főnyeremény, mert tudom bárhol vinni, utazni is tud, kamerát is szereti. Azért a logisztika az nehéz, valamikor otthon kell maradnia, van, hogy felügyelette, van, hogy pár óráig ugye egyedül, de azért az élete eddigi 99%-át azt velem és az uton tölti. Ez pedig már a Pet Friend, a digitális kutyabarát, egy telefonra telepíthető új applikáció. Ennek letöltése hasznos lehet minden kutyatartónak. Igazából egy olyan alkalmazást fejlesztettünk, ahol megtalálhatóak állatbarát éttermek, kutyastrandok, kutyafuttatók és kutyakozmetikusok is. Mindig van egy listanézetünk, ahol mindig az adott illetőhöz a legközelebbi étterem vagy adott partnerünk található meg, valamint Magyarország egész területén térképnézetben is megtalálhatóak az összes partnereink. Mennyire számít ez most újdonságnak?
Ilyennel még nem találkoztunk az országban, vannak hasonlóak, de azt még nem tudta senki megcsinálni vagy megoldani, hogy előveszi az ember a telefonját és egy helyen lát mindent. Már él és működik, tehát letölthető, igaz? Így van, és teljesen ingyenes is. Így néz ki a Zsiga-Biga kutyakocsi, Zsibritai András fejlesztése, amely már sok-sok sérült kutyának adta vissza a mozgás örömét. A harmadik tacsitali tehát idén is nagy siker volt, és egészen biztos, hogy jövőre lesz folytatás.